Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A kérdés az, hogy mit titkol el előled? Itt középen látható ez a virág, és ez mutatja az ő jelenlegi helyzetét. Ő szeretne valamit tisztázni veled. A Lenormand kártyánál a lilium utal egy testi kapcsolatra is. Megvannak nála ezek a gondolatok, és szeretne veled találkozni. Most megnézzük azt, hogy mit mutat ki kifele, mit közöl veled, azt, amit te látsz. Itt ez a három kártya megadja rá a választ. Itt megvan a remény. Ő közeledik hozzád, te hamarosan kapsz egy hírt tőle. De itt van ez a cica, ami a hamisságukat szimbolizálja. Nem azt mondanám, hogy ő hamis veled szemben, hiszen itt ez a virág utal az ő ártatlanságára. Itt vagy arról van szó, hogy a te környezetedben vannak hamis emberek, amit ő észrevett és közli veled, de az is lehetséges, hogy őt csapta be valaki, vagy hazudoztak neki, és erről ő beszámol. És most megtekintjük az ő titkait. Mit titkol el előled, azt mutatják itt a kártyák. Tulajdonképpen erről beszélhetne, mert a kártyák szép dolgokra utalnak. Te állsz itt a középpontban. Ez a virágcsokor utal arra, hogy te nőies vagy, megvan a szépséged, a kisugárzásod, és ő ennek tudatában van. Amire ez a kereszt itt utal, ezek lehetnek vallási vagy spirituális témák is, de utal a sors utakra. Amikor a sors utatok kereszteződött, és ő ennek tudatában van, de nem beszél erről. És most megtekintjük a következő kártyát. Itt ezen a képen látható egy tolvaj, és ez napfényre kerül. Kiderül az igazság. Vagy valaki ellopott tőle valamit, és ez itt ez a hamisság, vagy vannak félelmei, hogy elveszít téged. És most megnézzük a következő kártyákat, ami arra utal, hogy alakulnak az események. Ezek a virágos kártyák az én saját kártyáim, és mutatják a jövőt. Az első kártyán látható, hogy ő véd téged, vagy óvni akar téged, de azt is jelentheti, hogy fél belépni egy párkapcsolatba, és nem meri kimutatni az érzelmeit, így védi magát. Emiatt minden olyan bizonytalan, erre utal ez a második kártya. Viszont a harmadik képen látható, hogy állandóan rád gondol. Ugyanúgy, mint ahogy a titkainál láthattuk, hogy te állsz itt a középpontban. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kártya itt fent bal oldalon utal az életerőre, és így javul a helyzet a párkapcsolat területén. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rákos.